Az egyház hitén alapuló közös gondolkodásra és az ebből fakadó közös cselekvésre hívta ismét össze az egyházmegye papságát és a világi híveket Spányi Antal megyés püspök. Az együttműködést szolgáló egyházmegyei találkozó központi témája idén az egyházi szolgálatok voltak. Az úgynevezett látónapra ezért a lelkipásztori szolgálatban segítő munkatársakat, világi elnököket, katekétákat, világi lelkipásztori kisegítőket, az irodai munkatársakat, sekrestyéseket hívták össze. A találkozó kezdetén a Székesegyházban koncelebrált szentmisében a megyés főpásztor az egyházi szolgálat értékeiről beszélt, példaképül állítva Mária Istennek, az embereknek és az egyháznak végzett őszinte, tiszta és hűséges szolgálatát. A szolgálatot tettük a nap középpontjává, mert tapasztaljuk és látjuk, hogy minél kevésbé akar valaki szolgálni, annál inkább hivatkozik a szolgálatra. A szentmise után a Szent István Művelődési Házban folytatódott a látónap előadásokkal és fórummal. A megyés főpásztor köszöntötte a megjelenteket és hangsúlyozta a közösségben végzett szolgálat fontosságát. A munkatársaink számára teremtettük meg ezt az intézményt, hogy évente összejöjjünk és egy-egy olyan problémát, egy-egy olyan területét az életünknek vizsgáljuk meg, amely valószínűleg az egész egyházmegyében mindenkit érint. Ezen a mai alkalommal, ami valóban már a 11. a téma a szolgálatok az egyházban. A szolgálatokat sokan sokféle módon értelmezik. Szolgálni nem nagy dicsőség, ma úgy tűnik. Ma inkább jobban szeretjük, hogyha tudunk magunkról gondoskodni legalább, vagy pláne, hogyha valaki még tud nekünk segítséget nyújtani. De az egyházban nem ez a gondolkodás, kell, hogy érvényesüljön. Nagyon fontos, hogy a szolgálat igazi szellemét értsük meg. Akár bármilyen szolgálatot is lát el valaki az egyházban, az életnek bármelyik területén is próbálja a közösségének az életét előrevinni, az mindig legyen hitvallás, legyen tanúságtétel, legyen a szeretetnek a megmutatkozása, mert ezzel nem csak a közösség erősödik, hanem hitünk szépségéről, erejéről is tanúságot tudunk tenni. Máriát állítjuk a középpontba, akinek az élete szolgálat volt, szolgálta Istent, szolgálta az egyes embereket, szolgálta az egyházat, és teszi ezt valójában most is Szent Fia mellett. Hogyha Máriára tudunk tekinteni, és tőle tudunk példát venni, akkor biztos, hogy megértjük Jézus tanítását, aki maga is szolgált, és azt várja követőitől is, hogy egymást szolgálják. Ugrics Tamás püspöki irodaigazgató, a találkozó főszervezője először Bolla Júliát kérte fel előadásra, aki Török Bálinton széles körű szolgálatot teljesít az egyházközségben. Úgy szeretnék beszélni a szolgálatomról, hogy annak a közösségi oldalát szeretném most egy kicsit megmutatni. A katekéta hitoktató lelkipásztori munkatárs arról beszélt, hogy az egyházi szolgálatot egyedül nem lehet végezni, csak közösségben lehet megélni. Füzinél Boda Ágnes az Ősi Mária kegyhelyről, Bodaikról érkezett, hogy megossza gondolatait a sekrestyési és irodai munka szépségeiről és nehézségeiről. Nagyon jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk a mai napig, s bármikor, ha segítségre szorulok, önzetlenül segít. Hangsúlyozta, hogy a 10 egyházközséget összefogó plébániai munka csak egy olyan munkatársi csapattal valósulhat meg, akik támogatják egymást. Beszélt arról is, mennyire fontos, hogy az egyházközségben pezsgő élet legyen, tanúsítva, hogy a Mária kegyhely nem egy múzeum, hanem kegyelmi központ mindenki számára. Vannak, akik a közösségünkhöz tartoznak, és már egy meglévő kapcsolatot ápolunk, amikor hozzánk jönnek. Heret Katalina fehérvári Prohászka templom lelkipásztori munkatársa irodai szolgálatot is ellát. Ő a keresztelők, esküvők és temetések intézése kapcsán azokról a találkozásokról beszélt, amelyek meghatározhatják az emberek egyházról alkotott véleményét.
Nagyon fontos az irodai szolgálat, hiszen azok az emberek, akik hozzánk a plébániára bejönnek, akár keresztelő, esküvő vagy temetési ügyintézésük kapcsán, nagyon sokuk velem, mint irodai dolgozóval találkozik legelőször az egyházzal, ezért nagyon fontos, hogy én hogy fogadom őket. Mi az, amit ott tőlünk kaphatnak, mint egyházzal való első találkozásuk? Megpróbálok az ő nyelvükön kommunikálni, mert hogy nekik ez valószínűleg egy idegen terület, ahova ők most beléptek, és nagy bátorságra van néha szükségük ahhoz, hogy bejöjjenek az irodába. Ezért egy picit oldani szoktuk a feszültséget, egy bemutatkozás, egy készfogás, mert nagyon sokat enyhít az ő úgynevezett izgulásukon, és onnantól kezdve már, hogyha a beszélgetés, ha már kialakul köztünk egy kapcsolat, akkor már ők is felszabadultabbak, egy kicsit eltűnik belőlük a zavar, és akkor már el tudják mondani, hogy ők mit szeretnének tőlünk, tőlem, az egyháztól. És azért nagyon fontos, hogy én hogy fogadom őket, mert nekik alapvetően ez egy kapu az egyházra, és nekem ezt a kaput ki kell nyitnom, hogy nekik legyen kedvük belépni ezen a kapun, megismerni bennünket, hogy létrejöjjön egy találkozás velem, velünk az egyházzal. A találkozó zárszavában Spányi Antal püspök arra biztatott, az egyházi szolgálatot képviselők éljenek azzal a lehetőséggel, ami egy találkozásban rejlik. Sosem tudhatjuk, lesz-e másik alkalom, hogy az Isten örömét az ember szívébe rejtsük. Készséges szolgálattal legyünk tehát közvetítők, hisz a kegyelem mindig nagyobb, mint amire számítunk. Legyünk alkalmas eszközei az isteni gondviselésnek, mondta a megyés püspök. A jó Isten az ott rejti az ember örömét, abban a feladatban, amit